Köszöntöm minden kedves nézőnket a Jánosházi Krónika mai adásában. Nézzük át röviden az elmúlt hét eseményeit. De a délután az idei szezonban először hírek a Szent Imre iskolából. Testületi ülés volt szerdán, pályázati felhívás a tekéző és a szabadidő park üzemeltetésére. Nem sikerült a bravúra Meteornak. Negyedik évadát kezdte meg a hétvégén a nyugdíjas Tea délután rendezvény sorozat. A hagyományokhoz híven vasárnap 14 órakor kezdődött a rendezvény. Házigazdaként Illés Zsuzsa köszöntötte a vendégeket. Volt már bizony, amikor csak mondjuk olyan 60-70-en voltunk, akkor is mélyeket hallgattunk róla, de most több mint 100 főre terítettünk a teremben, és hát ahogy körülnézik, alig-alig van üres hely, úgyhogy nagyon szépen megtöltötték a termet, nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Reméljük, hogy ez azért van, mert önök elégedettek azzal, amit a Tea délutánokon látnak, hallanak, kapnak. Elégedettek azzal a rendezvénnyel, elégedettek a társasággal, elégedettek a hangulattal, és igazából ez a cél. A szokások szerint bingóval kezdődött a délután, majd közös éneklés és tánc is belefért a vasárnap délutánba. Az idén az első sztárvendégek a Jánosházi amatőr színjátszók voltak. Az egykori budapesti Broadway hangulatát varázsolták a művelődési ház színpadára. Kisfalusi Beatrix, Kelemenné Molnár Mónika, Tullerné Szalai Ildikó, Kulcsár Zsolt és Németh Zoltán csaltak mosolyt a nézők arcára. 2019. november 19-én rendezte meg a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola az Egyház megyei iskolák egyház mesemondó versenyét Celldömölkön. A második osztályosok között Gombkötő Kornél második helyzet lett, felkészítője Kardosné Tömbő Edit, a hatodik osztályosok versenyében Kovács Borbála harmadik helyezést ért el, felkészítője Martonné Böröc Ramona volt. November 26-án a 6. osztály hon- és népismeret órán ellátogatott a Vashosszúfalui tájházba. Kardos Andrea jegyzőasszony, a tájház megálmodója nagy szeretettel fogadta az iskolásokat. Örömmel és lelkesen beszélt gyűjtő munkájáról, a múlt értékeinek és a hagyományok megismerésének fontosságáról. Bemutatta a ház fontos részeit, a konyhát, a tiszta szobát és a pajtát. Szinte egy időutazáson vehettek részt, megismerhették elődeik életét, használati tárgyaikat. Nagy öröm volt, hogy kipróbálhatták a régi játékokat, például a gólyalábat és a lépegetőt. Helybeli kedves nénik, Andrea néni segítői finom házi süteménnyel és fahéjas teával is megkínálták a gyerekeket, az asztalokon pedig gyönyörű kézműves termékeket csodálhattak meg. Köszönet Andrea néninek a tartalmas és érdekes programért, sokat tanultak tőle. Minden szava, mozdulata sugározta jelmondatát. Múlt nélkül nincs jövő, gyökerek nélkül nincs új hajtás. Plébánosunk Tokár János atya és Kis András Attila polgármester úr kis buszokkal segítették az iskolások közlekedését. Szerdán folytatta munkáját városunk képviselő testülete. Az ülés elején a lovaspálya ügyével foglalkoztak. Az évek óta kihasználatlan területet helyi lovasok szeretnék hasznosítani. A legnagyobb akadály jelenleg, hogy bár a terület az önkormányzat tulajdonában van, a rajta lévő speciális réteg a Fehérmén Kft. Tulajdona. Ezt a réteget a cég sem eltávolítani, sem eladni nem akarja jelenleg, és ezzel egyfajta patthelyzet alakult ki. Rába András most a területet a téli idényben szeretné igénybe venni edzés céljára, erre a testület engedélyt adott, így a lovasok télen használni fogják. Azon kívül itt az elmúlt 10 évben olyan állapotba került a pálya, ugye elgyepesedett, mert valójában ez egy, a felső réteg, ez egy filccel kevert homok, karszhomok, ami most már szinten el van szennyeződő, most már teljesen befekedett, meg bebarnult, azon kívül, hogy teljesen el lette már növényzet. Tehát ezt folyamatosan karba kellene tartani ahhoz, hogy olyan legyen a pálya minősége, mint aminek kellene lenni. De viszont erre költeni kéne, tehát erre kéne még plusz homokot, meg stb. Ahhoz, hogy a pálya tiegon minőségű legyen. Na most amennyi...
Ezzel sajnos az ügy még nem zárul le, hiszen a pályán versenyeket szervezni továbbra sem lehet, ahhoz teljesen rendezni kéne annak a sorsát jogilag. Elfogadták az ülésen a roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást. Pályázatot hirdettek a tekéző és szabadidő park üzemeltetésére, erről hamarosan bővebben. Az egyebekben pedig megvitatták az orvosok kérését az egészségház bérleti díjának elengedésére. Évi mintegy 1,5 millió forintról van szó. Az orvos hiányra tekintettel a képviselők megszavazták az indítványt. A rezsiköltségeket továbbra is fizetni kell az egészségház orvosainak. A Széchenyi utca lakói aláírásgyűjtésbe kezdenek a súlykorlátozás visszaállítására az utcában. Korábban már volt ilyen tábla az utca elején, ami elterelte a nehézjármű forgalmat onnan, ezt azonban az útépítés idejére eltávolította a közútkezelő a nyáron, viszont a Sümegi és a Berzsenyi utcák elkészültével a korlátozó táblák nem kerültek vissza a helyükre. Az önkormányzat már többször jelezte a problémát, ennek ellenére a helyzet nem változott, a közútkezelő táblákat nem tette vissza, ezért kezdenek most aláírásgyűjtésbe a Széchenyi utca lakói. Jánosháza város önkormányzata egyfordulós nyilvános pályázat keretében 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre bérleti szerződés útján történő hasznosításra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában álló 9545 Jánosháza Vágóhíd utca 7-es szám alatt található tekéző és szabadidő park üzemeltetését. A bérlő a bérlet ellen értékeként vállalja legalább a szabadidő park karbantartását, rendbentartását, rendszeres fűnyírását, a dísznövények szakszerű gondozását, a sétautak hó- és sikosságmentesítését, a szabadidő parkban elhelyezett eszközök és építmények karbantartását, a park használatának felügyeletét. Az azonos ellenértéket ajánló pályázók közül előnyt élvez az, aki Jánosháza városban székhellyel, telephellyel rendelkezik, illetve az a pályázó, akinek a bérlemény üzemeltetésére vonatkozó elképzelései leginkább illeszkednek a lakossági igényekhez. Az ajánlatokat egy eredeti példányban kell benyújtani, a pályázat beadási határideje 2019. december 6-án 10 óra. További információk a www.jánosháza.hu oldalon találhatók a tekéző és szabadidő park üzemeltetési pályázatával kapcsolatban. Múlt hétvégén lejátszották a megyei elsőosztályú labdarúgók az őszi idény záró mérkőzéseit. Csapatunk hazai pályán fogadta a Bükk gárdáját. A tavaly még a megye 2-ben játszó együttes a 11. percben kiharcolt egy 11-est, amit értékesítettek is, ezzel megszerezték a vezetést. A második félidő 63. percében Német Tibort kiállították a vendégcsapatból, ettől kezdve emberhátrányban játszottak. Rá 10 percre a csereként beálló Szabó Tibor kiegyenlített, úgy tűnt, hogy talán van lehetőség a fordításra is. Sajnos nem így történt, a 83. percben a 11-est is értékesítő Cirók Dávid labdát kapott, és a védelmünk lemaradt az eseményekről, így a támadónak más dolga nem volt, mint a kapusunk mellett a hálóba gurítani. Ezzel eldöntve a mérkőzés sorsát, valamint azt is, hogy a téli szünetet bizony a tabella alján tölti a Meteor. A mérkőzés után a báziskonyhán volt az évad záró rendezvénye a csapatnak, ahol Marton Ferenc az egyesület elnöke arról beszélt, hogy a gyenge őszi szereplés ellenére jó lenne a megye egyben maradni. Látni kell, hogy azért a megye első osztály és a megye második osztály között óriási különbség van. Egyen lejjebb voltam, egy mérkőzések élvezhetetlen volt, annak a foci semmi köze. Hát majd meglátjuk, ennyi fért, mai krónikánkban várjuk Önöket a képernyők elé, következő adásunkban is.